Második fejezet Melyben végig megyünk a Széchenyi utcán, az Indóházig, és a vonat végre elindul. A nyárfasoron haladtak. Sárszeg egyetlen aszfaltos utcáján, a Széchenyi utcán, mely egyenesen az állomásig vitt, úgy, ahogy minden napi sétájukon. Középút pacsirta, jobb anya, baloldalt apa. Anya arról beszélt, hogy utolsó pillanatban betette a kosárba fogkefét is, magyarázta, hol vannak az egyéb kisebb tárgyak. Apa vitte a fehér csíkos gyapjutakarót és a kulacsot, mert otthoni jó kút töltött meg az útra. Vajhai Ákos nem beszélt, némán ballagott, nézte leányát. Óriási kalapot viselt, divatja múlt, sötét zöld tollakkal, könnyű ruhát, és a nagy meleg ellen fölnyitotta a rózsaszín napernyőjét, mely éles fény citált arcára. Pacsirta jó leány volt, nagyon jó leány, életének egyetlen öröme. Ákos mindig ezt mondogatta, magának is, másoknak is. Tudta, hogy nem szép szegényke, és fájt is neki sokáig. De aztán valahogy határozatlanabbul látta, elmosta képét, tompító köddel vette körül, és nem gondolva arra, hogy milyen, szerette őt, ahogy volt végtelenül. Öt éve már annak, tíz éve már annak, hogy letett minden reménységről. És nem is jutott eszébe, hogy mégiscsak férjhez adja, mikor azonban valami történt a lehányjal, és pacsirta, megváltoztatta hajviseletét, vagy ősz múltán fölvette téri kabátját, vagy tavasszal új ruhát öltött, Ákos boldogtalannak érezte magát, még meg nem szokta őt így is. Most is ezért szenvedett, szánta pacsirtát, és hogy szállalmá csillapítsa, gyötörte önmagát. Bámulta őt, gondos figyelemmel, szinte sértőn. Ezt a megszokhatatlan arcot, mely kövér is volt, meg sovány is, a húsos orrot a tág, lószerű orjukakat, a férfias szigorú szemöldököt, a pidinyós savós szemet, mely valamint az ő szemére emlékeztetett, soha életében nem értett nőkhöz, de az élesen érezte, hogy leánya csúnya. Nem csak csúnya volt most, hanem hervat, öreg, igazi vérlány. Csak a napernyő rózsás fény özönében, ebben a majdnem színpadi világításban derült ki ez egészen. Mint hernyú, a rózsabokor alatt, gondolta. Ment, ment, egérszürke ruhájában, és mikor a szécsényi térre jutottak, mely Sárszeg egyetlen nagy tere, piaca agórája, öntudatlanul pár lépést előre sietett, hogy ne kelljen mellette lépegetnie. Itt volt a városháza, itt volt a baros kávéház, itt volt a gimnázium. Évtizedek óta letaposott rozoga a kis fatornyával, melyben reggelente diák hívó harangszó csendül, itt volt a magyar király vendéglő, itt volt vele szemben a szécsényi fogadó, egyik szárnyában a Kisródi színházzal, és a út oldalt kilátás nyílt itt arra az egyemeletes gipszrózsákkal, arany villám díszített palotára is, a város egyik legszebb épületére, melyben az úri kaszinó székelt. Lejebb üzletek következtek, festékes bolt, két vaskereskedés, vajda papír és könyvboltja, a Mária gyógytár, és egy új, csinosan berendezett, nagy díszműkereskedés is, Vész és társa. A kereskedő jókedvű, görögydinje fejét süttetve a nappal, boltja ajtajában szivarozott. Szivarját kivette szájából, meghajolt, széles mosolyal köszönt vajkaiéknak. Ákos keveset jár benne a városban, akár családja, feszélyezte ez az érdeklődés, ez a nagy-nagy nyilvánosság, a szécsényi Kávéhez teraszán délutáni pikolózók ültek, kik föltekintettek újságjukból, és pacsiltára néztek. Nem tiszteletlenül, hanem úgy, ahogy rendesen. Bizonyos jó indulatú, szín rokon szemvel, melyet belül kár öröm bélelt, pirossal. Erre az öreg úr véget vetett önkínzó, nyüglődő gondolatainak. Lassította lépését, leánya mellé állt. Dacosan. Csak azért is hogy ő is vállalja a rokon szenvet, a kár örömöt. A szokása szerint kissé behúzta bal vállát, idegesen, mint ez akarná palás ön zavarát, és ki azt a szabálytalanságot, melyet az ő vére jelent a természet rendjében. Kiértek az állomásra. Már a sinen a kis helyérdekű kávédaráló. Beszállásra csöngettek. A fülkék felé igyekeztek, hogy jó helyet kapjanak pacsirtának a női szakaszban. Csak hogy most nagy riadalmukra el volt foglalva az utolsó helyig. Pacsirtának egyik kocsiból a másikba kellett bottadoznia, míg a vonat végén talált egy másodosztályi fülkét, melyben csak egy fiatalember ült, meg egy öreg sovány katolikus lelkész. Jobb hiány itt állapodott meg, és apa is beszállt, hogy elrendezze podgyászát. Ákos beemelt a bőröndöt, a kosolat maga tette föl a hálóba, átadta a fehér csikos gyapjutakarót, a vizes kulacsot, hogy ürköze ne ígyek idegen vizet, lehúzta a függönyt, hogy ne süsse a tűző verőfény, még az ülésre is leült, hogy kipróbálja a rugant. Aztán elbúcsúzkodott. Megcsókolta két arcát. Száját sohasem sem csókolta meg. Leszállt a vonatról, fekete kemény kalapját mélyen szemébe húzva ment feleségihez, aki a kocsi előtt állt, és az ablakra tekintett. Mi tűrés tagadás, pacsit a szülei, bizony könnyeztek. Egyszerűen, csöndeskésen, de könnyeztek. A sárszegiek, a bámész, kíváncsi kisvárosiak, kik látták, nem csodálkoztak ezen. Ők már régen megszokták, hogy vajkaiék nyilvános helyeken sírtak. Sírtak vasárnap a templomban, a misén, a szentbeszéd alatt sírtak a temetéseken, esküvőkön. Sírtak a március 15-i ünnepélyeken, mikor a zászlók, szavalatok, szónoklatok magasabb légkörbe emelték lelküket. Ezeket az alkalmakat majdnem keresték. Otthon elég derülten érdegéltek. De hogyha valami űrügy kínálkozott, az általános meghatottság védelm alatt jól kísírták magukat. Amit később mondogatták egymásnak, kisé mosolyogva, szemüket törögetve. Most is sírtak, mind a ketten. Pacsirta, miután a fülkében mindent elrendezett, kikönyökölt a letolt vonatablakon, és észrevette, hogy a kedves öregek sírnak. Közönyt erőltetett magára, mosolyogni próbált, de szólni azért nem, mert attól félt, hogy elcsuklik a hangja. Hosszú volt a vállás, és nehéz. Sokáig nem indult a vonat. Az ilyen vicinálisok túlbuzgóak. Eleinte megrémítenek, hogy mindjárt tova robognak, s neki is nagy délrel durral, de aztán a legutolsó perze mindig akad valami rettenetes baj. Épp elég idejük maradt a búcsúzkodásra. Mindent elmondhattak, amit akartak, és ki is fogytak a szóból. Az öregek fölszállították könnyeiket, áldogáltak, szerették volna a vége szakad az elnyújtott jelenetnek. Meg ne fázz, szólt anya aggódva, ebben a pokoli melegben. De ez nem jelentett semmit. Mindig ezt mondta az anyja, télen, tavasszal, ősztel és nyáron. A kulacsban ott a víz, vigyelmeztete még egyszer apa. Ne így áll hideg vizet, és ne egyél sárga dényét. Ne egyél uborkas a látát pacsírta. Ne egyél, a világért se egyél. A vonat rémülten fütyentett, amitől mind a hárman összerázkodtak, de még mindig nem indult. Hát, Isten veled, leányom! mondta Ákos, összeszedve minden erejét, lezárva a beszédet, határozottan és férfiasan. Isten veled! Vigyázz magadra, leányom! Pacsírta! Kiáltott anya, zsebkendő a széjét rákcsálva, mert megint sírva fakadt. Jaj, leányom! De soká lesz! Pacsírta csak most szólalt meg. Pénteken itt vagyok. Mához egy hétre pénteken. Pénteken! hintegettek felé mind a ketten. Pénteken! És ebben a pillanatban a kis rozoga vonat alacsony kocsijaival váratlanul megmozdult, rosszogva, pöszögve elindult. Futott ki felé a szabad mezőkre. A leány kihajolt az ablakból, szülei felé tekintett, kik zsebkendőket lobogtatva, de mereven álltak egymás mellett. Egy ideig látta őket, aztán nem látta többé. Kassárnya falak tornyok, szénabogják keringőztek, oszlopok rohantak, lilavirágok hajladoztak a vonatverte szélben. Por napfény csípte szemét, és a kőszén füstől egyszer köhögött. Szédült körülötte minden. Pacsirta is olyan volt, mint apja. Csak élte az életét, napról napra. De most, hogy az elmaradó tájak, változó mezők eszébe idézték azt, ami nem változhat meg, és mind örökre ugyanaz marad, melle elszorult. Másik ablak elé lépett, mely nem volt lebocsátva. De itt az üvegen megpillantott arcát. Nem szerette magát nézni, mert a szíjusság, és aztán minek is. Elindult tehát a kocsi ingó talaján, fülkéje felé menekülve, mint a sietne, és biztosabb, zártabb helyre akarná vinni fájdalmát, de már nem bírta. Amint a fülke elé élt, ahol a fiatal ember ült, meg az öreg sovány katolikus lelkész, és helyet akart foglalni, elejtette fájdalmát. Szemét könnyek futották el. Első érzése az ijedelem lehetett, mert valami elhárító, úti társait megtéveszteni akaró mozdulattal odakapott személyhez, mint egy csodálkozva, hogy megtörtént az, amitől félt, amire csak később számított akkor, amikor megérkezik a pusztára, vagy még később. Mennyi könnye volt, sohasem gondolt, hogy ennyi könyv van a világon. Zsebkendőt azonban nem keresett. Ezt úgysem lehetne letörölni. Nyíltan sírt a két férfi előtt, még mindig állva, majdnem szemérmetlenül bujálkodva kínban, hurcolva átkát, melynek otthona sincs. Közönösen is, tüntetve is. A meg megújuló könnyektől nedves hártya borult szemére. Senkit nem látott, nem bánta, hogy őt látják majd a görcs jelentkezett, az idegek és izmok görcse, mely összeszorított a torkát, úgy, hogy kaparó érdességet érzett, mintha asszubort nyelne, aztán keserűséget, mely már elviselhetetlen. Úti társai a sírás ősi műveletét szemlélhették. A mellett egyetlen sóhaj fújta föl titánivá, és rángatózó száj fuldokolva többször levegőért kapkodott néhány belégzés, és a lekötő indulat már következett a föloldó, mely szintén fájt, de már a fájdalom halála volt. Pacsirta odadült a fülke hogy könnyebben végezhesse nehéz munkájával. Alig fintorgott, mint testi szenvedés idején, csak a forró zápor folyt szeméből, szájából, orrából, a könycsatornákon át, a különben egészséges testét rázta térdeitől kezdve vonagló lapockájáig, valami, amit nem lehetett látni. Pusztán ő látott egy fősejlő, alakot sem öltő emlék, egy végig sem gondolt, de annál marobb gondolat egy ki nem ordítható gyötrelem képében. Leült az ülésre. Vastag arca átfült a napfénytől, a forró nyirok maszatától vörösött az orra. Szegény, fönn a tollas alapjával olyan volt, mint egy maskara. A fiatal ember, csinos buta fickó, ki eddig olvasott, ölébetette könyvét, bámulta az okogó lányt, és közben többször száján lebegett a szó, hogy segítségét ajánlja fel. El sem tudta képzelni, mi történhetett vele. Azt gondolta, rosszul lett, vagy olyan csapás érte, melyet silány olvasmányaiból ismert. Pacsirta nem törődött vele, szinte rosszakaratú nyíltsággal nézett el feje fölött, és annak előtte, mikor még rájuk tekintett, minnyáján ugyanazzal megbeszélt gonosz hidegséggel fogadták közeledését, szemüket lesütötték. Így védekezett ellenük. Ezt a fiatalember megértette. Nem érdeklődött tovább, belemerült olvasmányába. Pacsirta helyét változtatta. Szembeült a pappal ki egész idő úgy tett, mintha semmit sem venne észre. Piros betűs breviáriumából olvasott, fejét a folyósó belső ablakához támasztva. Beteges arca, a kiálló pofacsontokkal nyugalmat árult el. Reverendája viseltes volt, egy gombja hiányzott is, celluloid papgalérja töredezett. A hatalmas egyháznak ez a kis szerény katonája, ki visszahúzott falujába, és ott öregedett meg szeretetben, jóságban, sejtette, miről lehet itt szó. Tapintatból nem szólt, részvédből nem mutatott érdeklődést. Ő tudta, hogy ez a világ síralomvölgy. Csak most pillantott a leányra kék szemével, mely az Istennel való folytonos szembenézéstől kiélesedett, és ez a hatázott pillantás már nem sértette Pacsirtát. Úgy tetszett, hogy hűsíti forróságát. Hálásan nézett vissza rá, megköszönve figyelmét. Roham a csillapult, már nem zakogott, csak könnyezett. Majd egészen elcsitult. Bámulta a vidéket, nézte a fáradt, kopott papot is, ki túl a hatvanon, a sír előtt, csodálatos egyszerűséget tett szert, és szó nélkül bátorította, vigasztalta, támogatta. Egész úton nem beszéltek semmit. A fiatal ember fél óra múlva fölkelt, vállára vette két puskáját, megemelte tollas vadászkalapját, kiszállt. Pacsírta a köszönt. Tarkőnél a pap segítette leadni holmiát. Béla bácsi egy csézában állt, integetett neki, kedves köpszös arca, mert kiszívott a puszták egészséges levegője, ragyogott. Cigaretta éget fogai között, mindig cigarettázott. Pacsirta elmosolyodott. Nagybátyja, szakála vörös sárga volt, akár a purzicsát dohány, melyet egyedül kedvelt. Rokori csókja és dohány szagok. Még valaki várta, Tigris, a vadászkutya. Az a kocsi mellett futott, amint megindultak egészen a tanyáig.